Sziasztok! Ebbe a rövid bejelentkező videóba, vagy nem is tudom, hogy hívjam, pár rövid gondolatot szeretném megosztani mindazokkal, akik a csatornára feliratkoztak, és még mindig követik a feltöltött tartalmakat. Elsősorban köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki egy jó szóval, egy köszönömmel támogatja azt a fajta szabadidős tevékenységet, hogy én videókat készítek és töltök fel a YouTube-ra. Független attól, hogy milyen gyakran és minőségben készülnek el ezek a videók, valamilyen formában ez nekem hobbi, önkifejezésnek egy adott formája, nincs különösebb célja, ahogy szoktam mondani, se énekelni, se zenélni, se rajzolni tulajdonképpen nem tudok. Keresem a különféle kifejezési módokat, formákat, és hát elhasználom most a YouTube-ot. Nem kívántam így vlog formájában sohasem megszólalni ezen a csatornán, de mivel én is fogyasztom a YouTube-ra föltöltött videókat, ezért tudom, hogy a tartalmon túl sokszor kíváncsiak vagyunk az emberre, aki a csatorna mögött áll, aki a videókat készíti, hogy mivel foglalkozik, hogyan telnek a hétköznapjai, mit tudhatunk meg róla, mit tanulhatunk tőle. Ilyen vagyok én is. Ezért ahhoz a pár kitartó feliratkozóhoz szeretnék most szólni ezzel a videóval, vagy nekik kedveskedni, hogy egy nagyon picit beszélek magamról, ha már mindannyian, legalábbis a többségünk a négy fal közé szorult, és így azokra a dolgokra is jut egy kis idő, amire eddig a zsúfolt hétköznapokban nem. Elsősorban tudni kell, hogy ez egy hobbi csatorna, nincs különösebb célja, természetesen nagyon jól esik, hogyha egyre többen iratkoznak föl, vagy egy-egy videót nagyon sokan néznek meg, de ha csak öten nézik meg a videót, akkor sem fogom készíteni, mert ez nekem örömet okoz. A másik célom az, hogy az öröm szerzésen túl, amit ugye magamnak okozok ezzel, még ha egy kicsit ilyen viccesen hangzik is, másoknak is próbálja segíteni, megosztani azt a tudást, azt az érdeklődési kört, amivel én is foglalkozok a hétköznapokban, a szabadidőmben, amikor van időm izgalmas, érdekes feladatokkal foglalkozni, keresgélek, kutatgatok az interneten, és amire jutok, azt a sok időt összesűrítve 10-20 perces videóban át szeretné adni a többiek számára, hogy nekik ezt a kutató utat már ne kelljen feltétlenül bejárni. Hogy miből fakad ez a fajta hobbi, nem tudom. Valószínűleg keresem ezzel a formával a hozzám hasonlókat, egy kis maroknyi közösséget építeni, kapcsolatokat, hogy tudjunk egymással beszélgetni, ha még csak szakmai kérdésekről, akkor is. Mikkel szeretnék én a jövőben foglalkozni a csatornán? Hát elsősorban a matematika, a fizika, a mérnöki tudományok és az informatika egyvelegével szeretnék foglalkozni. Még annak ellenére is, hogy ugye viszonylag ritkán vannak feltöltések. Azt ugye tudni kell, hogy nekem nem ez a fő munkám. Nagyon kevés időm jut ezekre a videózásokra. Nagyon sokat készülök rájuk, ezért nem is vagyok túl produktív, túl készülöm, forgatókönyveket írok, elképzelem, hogy kéne felmondani. Tehát nagyon-nagyon sok idő megy bele, annak ellenére, hogy ez nem látszik a végeredményen. Hát valljuk be, ha most visszanézek egy 2-3 éves videómat, akkor fogom a fejemet, hogy hogy tudtam én ebbe 4-5-6-7 hétvégét, hétvégét pedig alatt 4-5 órát beletenni ennek a videónak az elkészítésébe. Ez egy nagyon kemény sport. Volt egy időszak, amikor már rosszul éreztem magamat a videókészítés közben, mert nyomást éreztem magamon, amit magamra tettem, hogy el kell készíteni ezt a videót, nem igaz, hogy ez még nem készült el, és mivel nem készültek el a videók, és rosszul éreztem magamat, ezért azt mondtam, hogy most álljunk le, ez egy hobbi csatorna, ha a hobbi nem okoz örömet, akkor hagyjuk abba. Ezért most egy picit ez szünetelt, de hát a kreatív energiák újra fölgyűlnek az emberbe, és hát valahol ezeket le kell vezetni, és lehet, hogy ez a YouTube csatorna hát tovább fog még élni. Na szóval, milyen irányba vinném el ezt a csatornát, hogyha lenne rá időm, kapacitásom, támogatás a család és a közösségtől a jövőben? Hát elsősorban én ezt a STEM
vonalat próbálnám megvalósítani, ez a science, technology, engineering és math szavakból alkotott betűszó, ez a STEM. Ezzel ebbe az irányba tolnám el a csatornának a profilját koncepcionálisan. Tehát olyan témákat földolgoznánk, amihez kell a matematika. Hoppá! Bocsánat. Na újra itt vagyunk, telefon megvolt. Szóval összefoglalva próbálnék egy ilyen koncepció mentén csatornát építeni, ezért lehet a jövőben várni gépi tanulás, Python vonalon, persze hobbi elektronika, mint örökszerelem, érdekes projektekkel, remélem vissza tudok térni, és folytatni a videózást. Most ezt így gondolom. Persze ez a távoktatás dolog, ez az én életemben le is bejött, ugye, hát mindenki fölkészült erre, teljesen, ugye, és majd gyártjuk a hallgatók számára a videókat. Na most, a legfontosabb dolog a videónak, hogy keretet adjak, még egyszer a köszönet mindazoknak, akik a csatornára feliratkoztak, és nagyon-nagyon kedvesen megköszönték azokat a videókat, amiket készítettem. Volt, aki azt mondta, hogy ne hagyjam abba a videózást, nagyon szeretne még tőlem videókat kapni. Tényleg nagyon jól esik. Ha 10 vagyunk, akkor sem számít. Nem a csatorna mérete miatt készülnek a videók, nincsen ebből semmi, hanem próbáljunk egy kis közösséget alkotni, ez lenne a célom. Megpróbálok olyan videós formátumot kitalálni, amivel lehet videókat gyártani, és mégsem megy a család, szabadidő, és hát a videózáson túlmutató hobbik terhére, és a munka terhére természetesen. Hát nem biztos, hogy ez sikerül, de keressük az utat. Persze a kritika, ha jön, az nem gond, vannak, akik ezt megteszik, nekik is köszönöm, én sem vagyok elszállva magamból, tudom, hogy mik a korlátjaim, mik a lehetőségeim, nem vagyok megelégedve a videóimnak a mennyiségével és minőségével sem, viszont azt meg kell érteni, hogy én nem minden esetben csak a tartalmat szeretném átadni, lenyomni az anyagot, hanem egy képzést, egy képet kialakítani a nézőben az adott problémáról, hogy azt nézzük meg innen, onnan, építsük fel fejünkben ezt a vizuális hologramot, vizualizáljuk ezt a hologramot a fejünkbe a problémáról, és ezt körbe tudjuk járni a fejünkben, van egy képünk a problémáról, akkor meg is tudjuk oldani. Tehát ezt higgyük el, tehát az emberi elme az egy megoldó képezet, erre született, erre van tréningelve. És a sötét foltokat, amik zavarnak minket az elején, azokat fogadjuk el, hogy vannak. Megoldjuk, adjuk át a tudatalattinknak a problémát, persze fölkészülnünk kell miből dolgozni az agyunknak, ezért ne felejtjük el, hogy ne csak a gépünket fejlesszük, hanem magunkat is. És hát folytassuk közösen együtt a tudományok területén, a műszaki és technikai tématerületekben a kalandozásokat. Legyetek velem itt, és hogyha szeretnétek, akkor még a későbbiekben beszélhetek magamról, hogyha van, ami érdekel benneteket, de ez a videó csak azért született, hogy így személyesen és köszönetet tudjak mondani mindenkinek, aki egészen eddig itt a YouTube-on keresztül engemet támogatott egy-egy jó szóval. Köszönöm szépen! Thank you.